Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, szeptember 2-án. A mai napon teli hold van, az azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben áll. A holdnak nincs saját fénye, hanem a naptól kapja, és egy teli holdnál a nap bevilágítja a holdat, számunkra látható. Ez azt jelenti, oda kell, hogy nézzünk valamire. Mi fontos most ennél a mai teli holdnál? A félelmek. A hold a Satabisa holdházban található. Lefordítva ez annyit jelent, 100 szerencse, 100 félelem. Hogy van ez összefüggésben? Szerencse ott van, mert itt vannak a szerencse csillagok, mint például a szkát csillag, ami azt jelenti, egy álom, egy kívánság megvalósul. Ez megvalósítható. De ott van ez a 100 félelem is. És át kell, hogy tegyük magunkat ezeken a félelmeken. Akkor megvalósítható minden. Uránusz bolygó egy jó kapcsolatban van a nappal és a holddal is. Ez segít abban, ha változásokról van szó. Uránusz bolygó hatása alatt mindig változások vannak. Vénusz bolygó szemben áll egy visszatekintő Szaturnusz bolygóval. Ez olyan, mint egy tükör, bele kell, hogy nézzünk ebbe a tükörbe. Vénusz bolygó hatása alatt párkapcsolati témákról van szó, de mutatja a kreatív munkát is, ami nőiességünket is, és Szaturnusz bolygó sajnos korlátokat okoz, gyakran félelmeket, de ezen át kell, hogy tegyük magunkat. Ez a szemben álló kapcsolat olyan, mint egy mérleg. Itt mérlegelni kell a dolgokat, és ügyelni arra, hogy megtartsuk a belső egyensúlyunkat. Vénusz bolygó hatása alatt párkapcsolatról van szó, vagy kreatív munkáról. Esetleg a mi fellépésünkről, a nőiességünkről. Szaturnusz bolygó gyakran korlátokat okoz, de tanít bennünket. Mivel visszatekintő, itt a múltról van szó. Az is előfordulhat, hogy valaki visszatér a múltból, és mi ezt így mérlegeljük, hogy tartsuk-e vele a kapcsolatot, vagy sem. Ha én megtekintem azt a horoszkópot, amikor ez a telihold van, tehát az időpontot is figyelembe veszem, az indiai számítás szerint a Vénusz bolygó a 12-es házban van. Itt titkokról van szó, vagy egy titkos szerelmi kapcsolat, vagy őrizzük meg a titkainkat, legyünk visszahúzódók. Ez a 12-es életház gyakran utal az ellenségekre is, a titkos ellenségekre. Vénusz bolygó hatása alatt itt a háttérben egy hölgyről van szó. Merkur bolygó a határon van, és a következő időben fontos téma lesz az egészség, a gyógyítás, vagy a betegségek. Természetesen előfordulhat, hogy ez összefügg ezzel a koronavírussal, és jön egy második hullám. Amire még Merkur bolygó kihat, hogy tisztázzunk valamit, rendezzük a dolgainkat, ez, ami ránk vár a következő hetekben. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, szeptember másodikán. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!